behajtjuk, elhúzzuk magunk fele, megfújjuk a négy sarkát. Éppen tanulják a paksi önkéntesek a katasztrófa védelmi szakemberektől, hogyan kell homokzsákokból védművet építeni ezen a 4 évvel ezelőtti felvételen. Erre a tudásra, valamint az eszközökre nagy szükségük van, ha árad a Duna. Targoncán szállították a pályázaton elnyert több millió forint értékű eszközöket a szekszárdi tűzoltók, majd kiosztották azokat a Tolna megyei önkéntes mentőszervezeteknek. A bátai polgárőrök egy áramfejlesztő aggregátort és egy szivattyút kaptak. Vezetőjük azt mondja, nagy szükségük volt már ezekre az eszközökre. Az árenyítéseknek a könnyebb elvégzéséhez kaptuk ezeket. Nagyon örülünk neki, hogy így könnyebben tudjuk végezni ezek után a munkánkat, a feladatunkat, mert ugye bármikor árvíz, vagy bármilyen belvíz, vagy ilyen károk vannak, akkor ugye sokkal könnyebben el tudjuk végezni tehermentesítést akár a lakóházakról, vagy a kertekről, bármiről, le tudjuk szivattyúzni időben a vizet. Az önkéntes mentőszervezetek ezeket az eszközöket a környezeti és energiahatékonysági operatív program pályázatán nyerték el, amiket a Polgári Védelem Világnapján vehettek át Szekszárdon. Tolna megyéből 7 önkéntes mentőszervezet pályázott, mind a 7 sikeresen zagyszivattyúkat, illetve áramfejlesztőket vehetnek most át. Ennek az egész projektnek az a célja, hogy az önkéntes mentőszervezetek a kárfelszámolás során hatékony eszköz és járműparkkal, illetve megfelelő tudással felvértezve tudjanak beavatkozni. A Polgári Védelmi Világnapi rendezvény 2 napon át tart Szekszárdon. Az ünnepélyes beszédek és pályázaton elnyert eszközök átadásán túl folytatódnak a színes programok a hétvégén is. A nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény keretében a szekszárdi tűzoltóságon például bárki beülhet a tűzoltóautókba, és kipróbálhatja, milyen lánglovakként dolgozni.